Humanoid robotot fejlesztenek kutatók a Pizzai Egyetemen. A robot különlegessége, hogy nem csak fizikai segítséget jelent az emberek számára, hanem lelki és mentális támogatást is nyújt azoknak, akiknek szüksége van rá. A gép jelenleg azt tanulja, hogyan ismerheti fel az emberi érzelmeket, illetve hogyan válaszolhat rájuk. A pizzai kutatók ezzel párhuzamosan őssej technológiával egy miniatűr agyat is kifejlesztenek, amelyet idővel beépítenének a humanoid robotba. Közelről úgy tűnik, mintha egy kisfiú mosolyogna, valójában viszont egy robot arcmimikáját ellenőrzik a kutatók a Pizzai Egyetem egyik laborjában. Az Abel névre keresztelt gép mesterséges bőre alatt több mint 20 apró motor helyettesíti az arcizmokat. Az olasz szakemberek egy olyan segítő robotot akarnak kifejleszteni, amely megérti az emberi érzelmeket és reagál is rájuk. Az ilyen gépek kapcsán gyakran beszélünk empátiáról, pedig az érzelmi intelligencia a megfelelő kifejezés, amely azt a képességet takarja, hogy megértjük más emberek érzéseit. Abellel azt vizsgáljuk, hogy képes-e egy gép nem csak egészséges fizikai, hanem mentális és érzelmi állapotra is. Ez különösen fontos például az autizmus spektrum zavar esetén, vagy a viselkedési és szociális rendellenességeknél, sőt még azoknál is, akiknél neurokognitív zavar alakult ki, mint például az Alzheimer-kór, magyarázta egy olasz kutató. A robotvázát egy londoni cég alakította ki, amely filmforgatásokhoz is készít emberformájú gépeket. Szobrászaik egy 12 éves fiúra hasonlító külsőt adtak Abelnek. A robot irányításához pedig úgynevezett organoidokat fejlesztenek ki. Az organoidok alapvetően olyan őssejtek, amelyek önállóan egy emberi szerv felépítésére és működésére hasonlító egységet alakítanak ki. Ezúttal agyi organoidokról beszélünk, amelyeket úgy stimuláltunk, hogy idegsejteket állítsanak elő, és ezáltal egy miniatűr emberi agyat hozzanak létre. Célunk, hogy ezt beépítsük Abelbe, és egyúttal olyan testet adjunk az organoidoknak, amelyek kölcsönhatásba léphetnek, magyarázta a kutatásért felelős központi igazgatója. Egyelőre az érzelmek felismeréséhez külső érzékelőket, például kamerákat, testhőmérőt és mikrofonokat használnak. A kutatás következő szakaszában ezeket fogják beépíteni a humanoid robotba. Hosszú távon pedig az érzékelőkkel összekötött számítógépet cserélnék ki az úgynevezett organoidokra. A kutatók azt remélik, hogy az érzelmek kifejezésével Abel egy mindennapi társa lehet azoknak, akik segítségre szorulnak.